Magyar Kanizsán a Szent Pál katolikus templomban Szent Misével kezdődött a zarasi lovastúra, ahol Zapletán Géza esperes plébános megáldotta Magyar Kanizsa zászlaját, amit Nyilas Mihály polgármester adott át a túrázóknak. 20-an jelentkeztek be, de jönnek még Adáról és Zentáról is még ketten. Tehát bővülünk, mire odaérünk Aracsra, fognak még jönni Temerinből is ketten, úgyhogy a pontos számot nem tudnám megmondani. A lovas ember tehát nem hobbiként tartja a lovat, ez egy életforma. Azt jelenti, hogy az életformában muszáj főkészülnünk nem csak az etetésre, hanem hát a túrázásra is. A Magyar Kanizsán csak kis templomnak nevezett Szent Pál templom harangja elütötte a 8 órát, amikor Bús János harsány kiáltással jelt adott az indulásra. A lovasok egy fogatos kocsi kíséretében a réten át Adoriánnak vették az irányt, ahonnan egy rövid pihenő után Zenta felé folytatták útjukat. A lovasok egy-egy adai, illetve törökbecsei éjszakázást követően vasárnap délelőtt ünnepi emlékmisére érkeznek meg az aracsi puszta templomba. A Magyar Kanizsai Egyesület korábban már gyalogtúrát is szervezett az aracsi emlékhelyre.